Kívánok! Most már mindig ez lesz rajtam, hogyha ez a póló, hogyha videót készítek. Már esetleg csak akkor nem, hogyha kint leszek a retekben, vagy a valami. Vasárnap délután van, másodét. Hát tegnap a videónak lett megtekintése. Már 300 fölött jár a megtekintés, amit nem tudok, hogy amúgy azok az emberek, akik ugye nem 100, ugye nekem 180 feliratkozom, 180 nem tudom pontosan mennyi, mert ugye mindig változik, hogy akkor ők eddig hol voltak, hogy akik azt meg, most ezt megnézik, ezt a témát. Ők miért nincsenek ott mindig, vagy miért nem iratkoznak fel? Ezok már egy kis medűt. Na mindegy, hát na mindegy, kaptam hideget-meleget, de inkább amúgy meleget szerintem. Meg gondolom, aki ellen izés, az nem. Vagy az ellen csapatban van, az nem. Hát amúgy ennyiből tisztelem ezt az egy trollomat. Aki olyan troll, hogy az be is írja, az megírja. Bognár Barnabás nevezetű úriember, aki tudjuk, hogy Rocinak is beszólt, hogy miért van bezárva a kutyája. Pedig hát nem öt négyzetméteren van. Igaz, hogy gyári kennelek 3-4 négyzetméteresek, vagy még kettő is sokszor. Elkem is beszólt itt, hogy jobb lenne, hogyha előtte megiszom. Szevasztok. Tegnap, amit mondtam, tegnap a videóban, hogy az alkohol nem hat rám, ezt visszanéztem, és átgondoltam, hogy nem jól beszélek, ugye, mert mostanában szoktam amúgy úgy régebb, vagy na, kezdjük az elejéről. Ha nem eszel, meg mondjuk nyár van, ugye egész nyáron ugye nyomod, izzadsz, általában nyáron nem sokat eszel, csak iszol vizet, de még akkor délután vagy este kívánod a sört, és hogyha akkor ezt iszol, mondjuk sört, két sört, vagy három sört, meg mondjuk 2 centest, akkor az úgy megcsap, nem eszel. Mostanában azért én is jobban eszek, mondjam jobban, hogy nem akarom, hogy túl legyen mondva, hanem úgy normálisan próbálok nem sokat enni, ami jelzi is amúgy, hogy csak sikerül, mert mennek a kilók lassan, de mennek lefele. És tehát, hogy most is ugye délben ettem, meg még délután ettem valamennyit, aztán tehát nem üres gyomorra iszok, nem szoktam, nem, már erről lemondtam. Régen sokkal hamarabb ittam üres gyomorra, de butaság eleve a gyomrodat is kikészíti, meg az agyarat is, tehát nem. Na jó, engedjük el ezt a témát. Bognár Barnabás, igen. Aztán ő beírta ezt a témát, hogy vegyem le a saját vállamról, lemenne a vállamról a súly, adjam vissza a kulcsot, ugye, hát persze, hadd mokázom magának. És akkor írtam neki, hogy akkor ugye én cserben is hagynék ezzel valakit. De egyébként az ő kommentjét, na, kinyögöm már. Ugye sokan lájkolták, láttam 3-4 ember, vagy mi lehetett is. Aztán ugye eltelt valamennyire, aztán ki is töröltem az üzenetet, meg a szemre is van tiltva. Vagy nem tudom, vagy mindegy is van, nem. Hát 300 fölötti számomban ugye megtekintés, és 6-7 dislike, az teljesen jó. Azt mondom, hogy az nyilván. Hát a véleményeket, válaszokat, úgy gondolom most itt lehetett sem megézni itt a videóm alatti chat falon, vagy hogy mondják ezt most, a komment szekcióban.
Komolyan mezőben lehetett csemegézni, meg hozzá lehetett szólni, mert itt az most tényleg mindenféle fajta vegyes bazár. Úgyhogy ezt most ezt a témát itt be is leteztem, meg le is zárom, úgyhogy erről nem is szeretnék többet. Nagyon nagy örömmel látom, hogy a Fakarika kihívásban nagyon sokan részt vesznek, és próbálkoznak, ugye melyik miért, kemény fa, puha fa, Imiszaki szomszédjával, meg ugye kisebb géppel, nagyobb géppel, kisebb karikák, nagyobb karikák. Hát igen, élvezetes egyébként, így még kívülállóként is látni azt, hogy azért ez a csapat azért a pümpümös videó óta is, tehát szerintem ott kezdett el úgy összekovácsolódni, meg Janika is ugye tolta felfele, Janika is otthon fája, úgyhogy igen, mondjuk azt láthattuk máskor. De én úgy gondolom, hogy ez megint egy jó alkalom arra, hogy barátságok, meg cimborázások, meg ilyenek szülessenek, ugye itt a mindig van valami izai téma. Így a jó. Már egyébként én magam is gondolkoztam a következőn. Van is egy-két ötletem. Nyilván azoknak a kedvére téve ezzel, aki a főlánc fűrészes, ha már így bekerültem ide, bár ugye mindenki tudja ezt, hogy nekem annyi közöm volt a láncfűrészhez, hogy most szeptember elején vágtam az első témákat össze. Jó mondom, hogy augusztus végül. Mindegy, és nem az a lényeg. Tehát én nekem ezelőtt is lett volna rá lehetőségem, mert címbarának itt van tényleg a sok, meg máshol is voltam. Voltam olyan helyen, ahol egész szerelvény fákat vágtak össze. Egy-két óra alatt két-három srác kipróbáltam volna akár még gépet, mert de egyszerűen nem érdekelt. Nem. Most, hogy volt a nőrömnél az a kertakarítós téma, meg minden, ott baszkodtam ezzel a kínaival, de én nekem most az elsőn elég is volt. Aztán majd valami olyasmit én is majd találgatok ki. Aztán, hogy most ugye Janika két témánia Janika lett ennek a fővédnök, ennek a kihívásos témának. Úgyhogy akkor majd lehet, hogy ő neki fogom elmondani. Vagy lehet, hogy más is. Lehet, hogy mondjuk akár majd lehet én is csinálhatom. Bár én nem akarok itt zsűrizni olyan témába, az a baj, ugye, hogy én ezt nem értem hozzá, hogy nem igazán ez a téma nekem. Aztán ugye most alájának egy jó idő volt ma is, és jött a nap, de hideg volt amúgy. Tegnap nem lett begyújtva, mert ide fent 18 fok volt, oda lent 20 és fél, és ugye nem igényelték a szülők se, mert paraszkodnak, hogy nem tudnak aludni, hogyha meleg van. Hát amúgy jogos, de jelzem, hogy én meg nem tudok 50 fokot csinálni a kazánba, csak 60-at. Tehát ha már egyszer begyújtok, akkor már, ugye már az már menjen, akkor végig. Ez olyan, mint a barátom mondja, hogy félig berúgni pocséklás. Úgyhogy akkor hadd tüzeljem végig, de és akkor így ma már lement másfél-két fokot, reggel szintúgy, patkány, csapdába. A csöves tengerit félig lehántotta unalmába, jó nagy darab patkányt fogtam. Hát ugye erről a videókról már mondtam, hogy felveszem egyébként, hogyha esetleg majd lesz rá igény, vagy így, meg el vannak tárolva, ilyen két perces ugye arról szól, hogy megyek hátrafele, vagy megyek ki, és akkor ugye ott bekukkantok. Most benn van az istállóban, már azt mutattam el. Vagy még lehet, hogy azt nem is mutattam. Minden nap. Szinte minden nap van. Hát, két hete volt szerd csütörtök. Hát, két hét, 14 nap, 15, 16, 17. 17 nap, hát igen, nincs minden nap. 17, 18, 17 nap alatt mondjuk 10-et fogtam, sikerült fogni. És érdekes, hogy ugye már a múltkor rá, vagy a kisebbek jöttek, most megint egy nagyot fogtam. De most, hogy kint voltam hátul, délután, már ilyen sötét volt, mert ugye most is sötét van. Hallottam, hogy már a diót rágja a kis, és nem tudom, hogy nem szabad beszélni.
Na, a patkány az bebújt valahova a faközé, ugye, mert ugye a szemtől elkerülni, bevisz egy szemdiót, és akkor azt így, mint a robogtatnák, ilyen ezt csinálja. Vagy egyszer felveszem hangra. Hangra. Mert ugye most azért ez csak kopik, na, hiába, a mérleg az annyira nem kopik, nem tudom, hogy valahogy nem. Nem mindegy. Maradtam tegnap ezt a Pennybe, aki szereti a tepertőkrémet, ugye, pirítóson, vagy akársim a kenyérn is. Egy kis ingyenes reklám. Hát igen, most ugye szemben van, sert és tepertőkrém. 220-30 forint. Ilyen csípős, csilis, nagyon-nagyon finom lehetető, és olyan jó ízvilága van. Van fokhagymás is. Vettem egy ilyet, meg egy olyat, hát ebből már nem sok van. Majd holnap lehet elmegyek, délután, vagy este fele. Egy ezért, egy ilyen, vagy kettő, vagy három érmel veszek egy párat. És... Na, mit akartam még mondani, vagy kérdezni, hogy... Álljátok már nekem olyan... Ugye sok a... nézőm. Sok nézőnek sok feliratkozója van. Olyan csatornát keresnék, hasonlót, mint az enyém, aki így beszél is, meg le is ül néha, meg csinál is valamit, ugye mindenféle témakörbe. Végülis egy kicsit amúgy, egy kicsit azt veszem észre, meg mondjuk, ha iszik is, ugye, meg egy, hogy hívják ezt, mi vagyok én amúgy? Vlogger. Vlogolok. Vlogolok. De rosszul hülye kimondani is. Na mindegy, olyan csatornát, olyan magyar csatornát, aki értelmes dolgokról beszél, szerintem én is. Persze nem ilyen hörbi, meg aki minden nap csinál 10 videót, vagy nem tudom hányat. És akkor az ugye... Nem tudom, most mondjuk pont belenézem. Nem jelzem, nem szoktam nézni. Ugyanúgy, mint Bartos se. Bartosnak láttam, hogy megvan a 100 millió feliratkozója. Vagy 100 ezer, most gondolom, most csinálták is a videókat előtte. Gondolom, most gyúrnak erre valami jutalom. Vagy én nem tudom, hogy az én azt sem tudom, még a YouTube stúdiót sem töltöttem le. Én nem tudom megnézni még azt se, hogy ki nézi a videóimat, hogy férfi, nő, meg... Isten igazán, de gondolom, hogy teljesen mindegy. Egyetlen egy dologra lennék kíváncsi, hogy mégis, hogy végignézik-e. Mondjuk az egy jó. Mert ugye Drusba Gabe is mindig mondja, hogy ha már ott ülök a gép mellett, hányol osszát, azt csinálok nektek egy fél órás videót, azt akkor az átlag megtekintés 8 perc, vagy 10 perc, hát azért amúgy tényleg azért az elég idegesítő tud lenni. Úgyhogy... Hoppá, megállítsa a pillanatra. Közben lecsaptam majd egy legyek, mert egy baszkódik itt már mióta. Császká-mászká. Ja igen, hogy olyasmi embert szeretnék nézni, akinek ugye nagyobb feliratkozó tábora, és kb. Ilyesmi dolgokat csinál. Azt ne írjátok majd, hogy én belőlem úgyis csak egy van, persze nyilván azt tudom, hogy csak egy van. De aki valami stílusban hasonló, és akkor úgy műszaki dolgok érdeklik, meg érdeklik például a közönsége is, meg... Tehát ilyesmi valakit, akit tudnék nézni, hogy tudnék ötletet meríteni, vagy nem is az, hogy ötletet meríteni, hanem hogy tapasztalatot szerezni, hogy nem az, hogy miről beszél, mert téma az ugye, én úgy gondolom, hogy téma az van, meg lesz. És akkor még nem beszéltem bulvárról, soha szerintem, meg nem beszéltem a betegségről, ugye, ami most van a világban. Mert ugye most arról mindenki tud beszélni amúgy, most tényleg nem, most elmondja, hogy van, nincs, van. Meg lehet nézni, itt mondtam már, most akkor csak arról fog beszélni, mondtam még itt pár hónapja, két hónapja, hogy itt a szomszéd gyerekek, ahogy voltak a Oviba, vagy mit tudom. Már pecsét is, most eme szomszéd két házal arrébb. Fiatalosan azt hiszem bankba, vagy hol dolgozott, vagy dolgozik. Ott vigyarok kint a nagy piros matrica. A rendőrök jöttek is, minden nap, nem tudom, kétszer, pedig a fiatalembernek
a fiatal asszonynak a párja a rendőr. Úgyhogy, és jöttek a rendőrök ellenőrizni. Meg voltam a fodrászomnál, aki beszélményből néz, vagy aki ismer, azt tudja, hogy hova jár a fodrász, vagy kihez. Ugye ott is megfordulnak emberek, és mondta a fodrász srác, hogy bizony egy 55, sőt 60 éves úriember ben volt a kórházba, és mondta, hogy soha nem volt olyan beteg, mint akkor meggyógyult, hál' Istennek. Jó, tehát azért mondom, hogy én ilyen dolgokról nem akarok, ilyen bulváros témáról, meg ilyen hülyeségekről, tehát ilyen csacsiságokról, meg olyan dolgokról nem szeretnék, amiről mindenki tud beszélni, ugye tudjátok ez a... Na, nézzünk egy újságot, csapjuk fel, hogy mik a hírek, meg például most ugye rámész YouTube-ra, és akkor tolja neked fel a témákat, ugye tolja eléved az arcodba. Hát ugye engem annyira nem érdekel. Megmondom nektek az őszintét, fel vagyok iratkozva nagyon sok emberre, még sokszor azt sem tudom megnézni. Ádámot is, a Jetta szerelős Ádám videót, fú, halljátok, pénteken tette fel? Azt hiszem ma reggel néztem meg. Aztán mit néztem még? Skitchet ma. Skitch az ugye, az Skitch, az, aki tudja, az tudja, aki nem, az nem. Aztán... Hát ugye Gáboréknak a mindig fakarika, Imiszaki, és akkor Imiszaki szomszédja, a Janika. Akkor kit néztem még ma? Hogy ne hagyjak ki senkit. Hát ugye nekem hozza fel, van egy-két kutyással. Most az arról csinálják egy videót, hogy kiket nézek. Kerékpáros túra videókat nézek, az tuti, hogy három, az. Hát ugye az első a Kobrankó, aki hallott már róla, az biztos tudja. Kobrankó Zoltán, nem tudom, hogy hívják, hogy igen, Zoli. Hát ő a csúcs kategória, vagy ő a nagy öreg, mert ő már szerintem már ilyen szűk ott van. Akkor a másik a Passzó kerékpártúrák, a Velekei Barázs. Hát ő meg egy egyedül, magányos, úgymond őrült. Hát őnek is, ő nála kezdtem el nézni a kerékpáros túra videókat a világban. És akkor még van egy, akire még őnek kevesebb a feliratkozója, meg nem is olyan régen kezdte még ő, Szabó Krisztián, egy zenész, egy gitáros, szerintem egy gitárművész. Fiatalember, azt hiszem egy egyedülések vagyunk, ilyen 40 éves körül, debreceni, itt lakik az omszédba. Ezeket tuti. Aztán, hát ugye a főzős videók, az ugye Szoki bácsi, hajrá! Meg egy ilyen művelt ember, meg egy olyan, aki mindenre visszaválaszol, meg mindenre visszanéz, meg hihetetlen amúgy a csáva, hogy mikor csináltam a lángost, tudjátok, hát oda aláírt, de azért írt alá, mert én szóltam neki. Ráírtam, hogy nézzél már rá majd a izémre, ha lesz időd. Az nem is olyan soká jött a válasz, hogy Sándor, ügyes vagy, meg megy ez neked, meg na hát komolyan, hát ki vagyok én ő hozzá képes, egy több százezres főzősbe azt az ember nézem, akkor van még egy, van a hölgy, a Szazsu, akit úgy hívok, hogy Szabó Zsuzsa, én úgy hívom, de lehet, hogy nem úgy hívják, mindegy, egy egyházi csaj, nagyon jó hangja, meg az arcát nem látjuk sose. Van ő, aztán főzésben ki van még? Van egy mostani, ez a Rezsó konyha, mostani pár videója van még, nem tudom, nem sok. És akkor azt nézem, meg még van egy nagyon-nagyon komoly srác. Hát, ez most kikívánkozott. Van egy nagyon komoly srác. Spanyolország Balear szigeteken van a családjával egy nagy darab. Hát szégyellem, de nem tudom, hogy a keresztnevét a szorom Csaba. És a csatornája neve pedig az, hogy a séf, a tenger és a kolbász. Ez a csatorna neve. Most egy jó darabig nem volt videója, szerintem a nyári szezon véget. Nagyon-nagyon durva stílusa van a gyereknek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon extrémitás. Szerintem olyan korombeli ő is. Rocker,
azt tuti, rock and roll, aztán, hát ugye, olvastam, utána olvastam, megkerestem róla egy-két dolgot, aztán így nagyon sok szakács fiatal ember, meg már olyan végzett szakács, aki már dolgozott itt-ott amúgy sok helyen, és még mindig arra vágyik, hogy ő vele dolgozhasson. És ő most indítja az új évadját, 10.-5.-én, azt hiszem, iratkozzatok fel a csatornájára, ha akartok. Nyilván. A séf, a tenger és a kolbász, ez a csatorna neve. Akkor Rulex Zoltán, ugye mindent tud, Zoli. Kicsit néha izé is, okos is, de jó izé, hogy jó csóka. Mióta elmondanám, hogy ugye ő honvédelmi, vagy valamilyen valami rendvédelmi, nem rendvédelmi szerveknél volt valamikor, gondolom, vagy valami ilyesmit tudok róla, és akkor talán masszőr lett egy gyógymasszőr, és akkor mindent tud, meg akupunktúrás izéket nyomat most, vagy nem akupunktúra, ami nyomós az akupunktúra, ez a szúrós, mindegy. Na mindegy, aztán nekem is vannak ugye válfájdalmaim, és akkor szoktam csinálni azokat a rovadákat, amiket nyomat ő is mondja. Hát elmondanám, hogy hatásos, sima, csak hát ugye néha az ember elbagatelizálja a dolgokat, pedig hát a saját egészsége múlik rajta. Aztán hát a zsíros deszkát néztem, van, hogy nézem. Vannak olyanok egyébként, hát ugye Misi csatorna, ugye itt a környékbeli téma, hát Szerbusz innen is. Ugye szerintem őt sokan ismeritek, amúgy szokott bejelentkezni a Tuesday Live-ba, beköszönni, meg szerintem már sok mindenkre föl van iratkozva, ilyen, mert láttam kommentelni már máshol is, a fülészeseknél. Ő is amúgy ilyen, ő is ilyen külsős érdeklődő, hozzá nem nyúlna a főrész, ez azt tudni. De így tetszik neki, meg minden így. Hát ugye nem kell itt ehhez. Ugye nem kell itt 20 évet az erdőn eltölteni, meg van még itt, aki tud főrészelni, meg ugye tudjátok, ugye értitek. Tehát nem kell itt ahhoz. Tehát ez olyan, mint a motorozás, hogy én 10-hány éve járok motoros találkozókra, még sincsen nagy motorom, meg szimpatizáns, ennyi. Ha szimpatizálsz vele, ha szimpatizálsz a láncfűrésszel, ha szimpatizálsz az emberekkel, akkor szimpatizáns vagy. És akkor ugye értitek, hogy... Aztán, hát egy Simpson Life, fiatal ember, bár ő kevés, mi stílus nekem annyira nem, Isten igazán lebe, hogy tanulni se tudok tőle, mert ugye nem. Hát Horváth Miklós csatorna, gyerekek, hát ugye alap Horváth Miklós, a nagyon laza gépműszeri, vagy gépműszeri, tehát kis gépszervizes és esztergályos. És akkor most azokat ugye nem mondom, ugye, aki a klubban belül van, Roci, meg, és a többi, most ne haragudjatok, de nem is tudnám amúgy felsorolni, hogy kiket. Ugye van ez a Dogcast, ez a kutyás csatorna, ez is egyébként. Ezt nyomom amúgy. Megállítom, viszont egyet, mert akarok már most már többet ide. Közben kifordultunk önmagunkból. Hogy jártam? Ja, ilyen videók. Ja, feliratkozások. Hát, akkor Biokertész Gabi. Ugye ő is egy hazánkból kiszakadt. Ugye, igen, ő Németországban él sokáig, aztán most Ausztriában a határ mellett, ottan Svehát, talán Svehát, nem mennyi Svehát, 1000, hány száz méter Svehát. Aztán, hát ugye Taktikai Tamást is néztem, már most nem fogom, vagy hát így nem, mikor néha felbaszta az agyamat, amúgy az egy irányba ment, pedig amúgy egy nagyon-nagyon-nagyon értelmes gyerek, biztos tud ide néha úgy olyan dolgok mellé tudta letenni a boxát, hogy hullámzó volt neki is szerintem a hangulata, meg le is tiltottam ugye a csatornájáról, nem is hagyta, hogy írkálják neki. Pedig most is írtam volna neki egy jó izét, én nem is üdvözlöm amúgy, ha valaki, ha nézi, de hát ő nem néz engem biztos. Sok sikert kívánok neki Németországba. Ugye innen elment a
kis kertjéből, és most máshol próbál szerencsét, hát így kell ezt csinálni, egyébként menni kell a pénz után. Lehet, hogy én sem lennék már itthon, ha nem lenne ez a téma. Én nem mernék most elindulni a világba, bár nem Németországba. Eléggé, van egy-két, hát itt a szomszéd egy-két emberek is heten. Én nem is tudom, hogy hogy járnak ki, hogy kimennek, vagy hát mennyi idő, hát ez úgy jön haza, hogy egy hét múlva, vagy nem is értem. De minden helyre itthon vannak, amúgy azok is azért voltak karanténban. Most én azt olvastam pedig, hogy aki kimegy most Németbe, mert ugye utána néztem, aki kimegy Németbe, annak izéje van, 14 nap. Meg kell már, ahogy átlép határon, meg kell jelölni az izét, mert ugye még veszélyeztetett országnak számítunk, nem mint hogy ott nem lenne. Meg kell jelölni a helyszínt, hogy hol lesz ő elszállásolva, vagy hol lesz a címe, mert ugyanra fognak majd menni előre az rendőrök, úgyhogy már megint erről az izéről beszélünk. Na mindegy. Tiszai horgászat, River Fishing csatorna. Ő vele nagyon jó viszonyban vagyok, bár nem ismerjük egymást, csak így. Napi szinten írkálunk, úgy, mint Győri Gáborral is, ma is nyomtuk. Ő pedig kérdezte egyébként, egy videó alatt kérdezte az elérhetőségemet, meg a Facebookomat, meg mindent, de le is vissza is vette a kérdést, majd privátba. Hogyha e-mail tudsz írni, vagy majd az e-mailen, majd telefonszámra is cserélhetünk, amúgy ezt majd ráérünk domálni. Bár a Viber most nem megy valamiért. És a családomon belül sok mindenkivel Viberen tartom a kapcsolatot, és valamiért nem. Én például nem tudom felhívni a nővéremet, felhívom telefonon, hogy hívjál már fel. Ő meg fogja, hogy Viberen felhív engem. De valamikor fel tudom, mert valami nem megy, valami nem jó. Írják tán a Facebookon, és írják tán. Hát ugye én nem vagyok buk. Azt hallom, hogy elég sokan lemennek a Facebookról, sokan vissza, hogy leiratkoznak, vagy hogy mondják. Hát igen, végülis kiregisztrál. Ez jó szó, ez a kiregisztrálás. Elregisztrálás. Tűzoltó. Sárk, vagy valami megy. Több mindenkit hallok, hogy már nagyon unják ezt a majomkodást, meg ezt a telireklám, meg ez a mindenki okosabb, mint a izé, hát nyilván én is tudom, hogy mi folyik, hiába nincsen, elmondtam mindenkinek, hiába nincsen Facebook oldalam az apujéról, hát most például már apunak a telefonja, annak a ugyanolyan telefonja, mint nekem, J3, csak az egy arany, az ővé, a black, fekete. És akkor ugye, hát apu ugye már idős, és ő nem tudja azt, hogy ezt a frissítéseket ugye időnként el kell végezni, mert nem fog működni az Insta, a Facebook, a jófogás, a YouTube, semmi nem fog működni, mert ugye akkor, hogyha izé van, frissítésre vár, akkor ilyen alapba teszi magát. És akkor általában mindig el egyszer hazajön, és akkor mondom, hogy akkor adja a telefont, ugye nekem korlátlan netem van, aki korlátolt, és akkor én lefrissítem neki, hát ugye két orosszáj alatt lefut a 20-20-valahány téma, és akkor közben szoktam a Facebookot mindig utoljára frissíti, hogy miért. De mindegy, akkor meg szoktam nézni ezt azt, hogy rokonok, meg ez az amaz, de nem, soha nem találok semmi újat. Biztos, hogy van, biztos lenne olyan csatorna, nem is, tehát nem zárkózok-e teljesen a Facebooktól. Nem mondom azt, hogy soha nem lesz, mert ugye soha nem mondjuk azt, hogy soha. De biztos van olyan, ami érdekelne is, meg tudnék aktív tagja lenni, de én egyébként azt veszem észre, hogy egyre jobban a platform a YouTube. Én nagyon sok embert figyelek, hogy egyre jobban a YouTube-ra felé, ugye nyilván nem a fizetésért, vagy azért, azt én nekem 40 évesen, 41 voltam most, ugye tudjátok, még eddig nem fordult meg a fejembe, hogy egy bármi nem műanyagi téma nekem ebből bejöjjön. Jelzem pedig,
Hát ugye nekem sok ez a feliratkozó, vagy a 180, mert még Origo 23-nak is örültem, meg 26-nak, meg, de ugye akkor is elmondtam, hogy nekem az is. És akkor ugye most a megtekintések, ugye most nekem már ugye volt, mikor a legelőször megnéztem, soha nem néztem addig, hogy mennyi a megtekintésem, a legelső megtekintésem azt hiszem ilyen 4400 volt. Nem a legelső, amikor a legelőször ránéztem, mert nem érdekelt. Tudtam, hogy ott van, de nem érdekelt. Aztán utána lett 5, 6, 7, 10, 15, aztán lett 17448. Már azon beragadt két hétig. Két hétig nem változott, pedig ugyanúgy csináltam a videókat. Aztán egyszer gondolt egyet, 23000-re átugrott. Tehát ilyen 6000-et. Úgyhogy... Hát azt hiszem, hogy ennyi. 31 perces, úristen. Na, sziasztok! Legyen jó mindenki, legyen... Izé, legyen jó. Legyen jó mindenkinek! Legyen tánc. Legyen... Tehát mondjuk ez a zárcsökkentés. Sziasztok!